az IT business örök hagyománya, hogy HR blokk nélkül nincs konferencia, és hát ma, aki itt volt reggeltől, az körülbelül 5 percenként hallott valamilyen HR problémát, mert hiszen a technológia az egy dolog, de ember nélkül a dolgot nem lehet működtetni, és ennek jegyében építettem föl a beszélgetést, sajnos két kolléga, akit gondoltunk meghívni, nem tudott eljönni. Az lett volna érdekes, hogy ők, ahogy szokták mondani, a fieldről, az igazi alkalmazói területről adnának nekünk visszajelzést. De gondolom, hogy az HR szolgáltatók is olyanok, hogy kapnak egy képet, amikor ügyfelekkel foglalkoznak, arról, hogy milyen fő gondok merülnek föl manapság. És nyilván most valahol az ipar 4.0 kapcsán az ipari vállalatok lennének a fókuszban. Azt kérdezném egy körkérdésben, hogy melyik azok a HR kérdések, amelyek az ügyfeleknél úgy tűnik a legégetőbbek manapság. Most egy kicsit általánosabban veszük, de nem bánnám, hogyha egy kicsit közelítene mindenki ahhoz, hogy a gyártóvilágban hogy van ez. Parancsolj! Akkor köszönöm, én kaptam meg az első szót, ez is üdvözlök mindenkit. Ami a legégetőbb probléma, azt gondolom, nem mondok újdonságot, maga a munkaerő hiánya. Ez gyakorlatilag a Covid utáni kilábalás után rögtön szembesült is vele nagyon sok foglalkoztató. Gyakorlatilag, ha már ugye a mai napi téma is az automatizáció, robotika, nagyon elgondolkoztatott minden foglalkoztatót, hogy hogyan tudja kiváltani majd az élő munkaerőt. Ha csak megnézzük a demográfiai változást, hogy mi az, ami várható, csak rosszabb lesz a helyzet, hiszen a következő 50 évben közel 8 millióra fog csökkenni a lakosság száma, és ennek az egyharmada is gyakorlatilag a 65 év felettiekből fog tevődni. Másrészt meg ugye látjuk, hogy a tendencia továbbra sem nagyon változott, tehát ahogy a munkaerő teheti, ugyanúgy elhagyja az országot, továbbra is csökkenve ezáltal az aktív munkavállalói létszám drasztikusan. Nyilván ebből adódó megoldás az, hogy mit lehet ebben az esetben tenni. Most ugye a legfrissebb megoldás, amit a kormány is felismert, hogy a harmadik országból lehessen behozni könnyített eljárásrendben munkavállalókat. Az azt jelenti, hogy unión kívüli országból, ugye? Így van. Igen, ugye eddig Ukrajna és Szerbiából lehetett erre lehetőség, ami azt jelenti, hogy az igény felmerésére számított 8 napon belül már munkába lehetett állítani a munkaerőt. Ezzel azt gondolom, hogy nagyon sok gyártócég élt is ezzel a lehetőséggel. Viszont azt láttuk, hogy ez kevés. Tehát Ukrajnából az emberek inkább Lengyelországba mentek, és nem Magyarországra. Ez a nyelvi, közelebbi nyelvi kapcsolatuk miatt is. Igen, nyelvi, illetve ha megnézzük, a bérszintek is azért más szinten állnak. Hiába emelkedik most is a minimálbér, azt látjuk, hogy Horvátországban magasabb a megkereshető nettó kereset a minimálbérük mellett, mint Magyarországon. Tehát ezekkel szembesülve azt gondolom, egy nagyon logikus lépés volt, hogy kibővítették további 9 országgal a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokan fognak élni. A ProHumannál van olyan ügyfeletek, most nem név szerint, kérdezem természetesen, amelyik gyártó területen dolgozik, tehát? Igen, hát nálunk gyakorlatilag a cégünknél közel 14 ezer ember dolgozik munkaerőkölcsönzés keretében. Ugye 8 országban vagyunk jelen, közel 900 céget szolgálunk ki. Ennek a nagy része az gyártócég. Tehát ilyen szempontból... Nem biztos, hogy mindenki tudja, azért kérdeztem, igen. Igen, köszönöm a kérdés. Tehát nagy rálátásunk van a nagy multinacionális cégeknél a belső folyamatokra is. És ez nyilván ez oda visszaértendő, tehát magyar munkaerőt közvetítette kifelé, de visszafelé is, Magyarországra is? Igen, tehát magyar munkaerőt. Elsősorban nekünk is a prioritás az, hogy ahol lehet, nyilván költséghatékonyság szempontjából a magyar munkaerőt kell megtalálnunk. Erre nincs lehetőség, akkor megnézzük, hogy mik azok a távolabbi pontok az országból, ahol meg lehet találni a adrafogható munkaerőt, és ha ez sem megy, akkor jön számításba a más országokból való megoldás. Köszönöm. Körkérdés, Anita. Hát, főbb kérdések, igen, közel kell tartani. Próbálok. Most
Hallható. De igen, igen. Köszöntök mindenkit. Tehát igen, nálunk is a Humánfieldnél pontosan ugyanezt látjuk, hogy most mindennek az alfája és omegája a munkaerőhiány, ami felmerül Magyarországon. Alapvetően azt látjuk, hogy ez minden szektorra jellemző és minden képzettségi szintet érint. És nagyon erős egyébként ez a strukturális munkanélküliség is, tehát pontosan látjuk azt, hogy itt a robotizáció, meg az automatizáció, meg a technológiáknak a megjelenésével, melyek azok a dolgok, azok a képességek, azok a készségek, amik hiányoznak Magyarországon, tehát hogy hol van az a dolog, ahol bőven szükség lenne arra, hogy találjunk még új embereket. Ami nagy nehézséget okoz, az az, hogy tényleg megtaláljuk ezt a képzett munkaerőt. Most minden második cégnél gyakorlatilag keresik ezeket az embereket. Tehát nagyon nehéz, tényleg vérrel verejtékkel lehet megtalálni egy jól képzett és tapasztalt ipar 4.0-ás mérnököt, egy PLC-t, vagy tehát bármilyen automatizálással foglalkozó ember. Tehát a cégvezetőknek most ez a legnagyobb fájdalompontja, hogy találjunk nekik munkavállalókat. Amit én még mondanék azon kívül, hogy külső harmadik országokból hozunk be munkaerőt, mi nem hozunk be, általában mi diplomásokkal foglalkozunk, tehát mi a fizikai oldalon nem vagyunk annyira tapasztaltak, mint csongorék. Mi azt látjuk, hogy az atipikus foglalkoztatási formák azok, amik egyébként megoldási lehetőséget nyújtanak most a vállalatoknak. Tehát azok, akik képesek elmozdulni a korábbi klasszikus foglalkoztatási formák irányából tényleg valami atipikus irányba, ők könnyebben be tudják tölteni ezeket a pozíciókat. Ami fontos még, az pedig a rugalmasság. Ez a home office-ra gondolsz, az atipikus, vagy fordítva? Ma már nem tudni, hogy melyik az atipikus. Az, hogy valaki bejár az irodába, vagy otthon dolgozik. Most nem viccelek. Igen, tehát a gyártócégeknél azért általában még mindig elvárása az ugye a termelésben dolgozók esetében, hogy bejárjanak dolgozni, de egyébként már egy folyamat mérnöknél is föl szokott merülni az interjúban a kérdés, hogy kellene ki bejárni. Igen, igen, hány nap home office van. De alapvetően igen, ezekre gondolok meg arra, hogy akár részmunkaidőben foglalkoztassák az embereket. Meg hát a másik nagyon fontos dolog az, hogy azt látjuk, hogy azok a vállalatvezetők, akik egyébként rugalmasan állnak a dolgokhoz, azokkal sokkal könnyebb együttműködni, tehát hogy sokkal könnyebb betölteni ezeket a kritikus pozíciókat. Tehát most már nem lehet azt elvárni egy jelöltől, hogy teljes mértékben 100%-os legyen, hanem azt szoktuk mondani, hogy egy 80-90%-os jelölt esetében is azt kell mondani, hogy igen, fölvesszük, megpróbáljuk. Természetesen nem biztos, hogy teljesen kész az ember, de ennyi rugalmasságot ebben a 2021-es évben azt gondoljuk, hogy meg kell engedni. És a másik nagyon fontos dolog az pedig a gyorsaság. Tehát, hogy aki nem gyors, aki nem elég rugalmas, az nagyon sok esetben lemarad a viszonylag jó jelöltekről. Köszönöm. Az előző kerekasztal beszélgetést nem tudom, hallgattátok-e, de azt hiszem Dor Zoltán mondta, hogy az igazgató azt kérdezte, hogy van púzus, ha van, akkor fölvesszük, tehát már lassan itt tartunk. Úgyhogy Tamás, most a te válaszodat várunk a körkérdésben. Szerencsére én már nem dolgozom toborzóként, úgyhogy... nem könnyű, ezzel azt mondod, hogy nem könnyű kenyér, ugye? Nem könnyű kenyér, de egyébként emellett azért számos más probléma is van. Egyébként én a vállalatommal belső kommunikációs HR adminisztráció digitalizációjával foglalkozunk, és jelenleg egy 60 ezer munkavállaló életére vagyunk hatással, és 70%-ban kékgaléros sori dolgozók azok, akik használják ezeket a megoldásokat. És itt egy picit eltávolodva attól, hogy nincs ember, mi azzal foglalkozunk, vagy azokat a problémákat látjuk, hogy ha már van ember, akkor őket hogyan tudjuk minél tovább megtartani, őket hogyan tudjuk minél hamarabb termővé alakítani, és nekik hogyan tudunk segíteni abban, hogy minél hatékonyabb legyen a napi szintű munkavégzésük. Mert én azt gondolom, hogy ha már vér és verejték összeszedni embereket, akkor igenis dolgoznunk kell azon, hogy ne menjenek el egy hét után, ne menjenek el egy hónap után, mert borzasztó nagy lesz a költsége a pótlásuknak. Úgyhogy amivel mi találkoztunk, és hát a 2020-as évünk erről szólt, hogy egyszerűen rádöbbentek a termelő vállalatok, hogy a vállalaton belüli kommunikációnak a hatékonysága az nagyon alacsony szinten van a termelő szektorban. Tehát nem,
nem egy vállalat szembesült azzal, hogy nem tudta informálni a kollégákat, hogy most kell-e jönni dolgozni, vagy nem kell jönni dolgozni, vagy mikor kell jönni, vagy mi az új szabályzat. Tehát, hogy egyszerűen napi szintű kommunikációban borzasztó nagy akadások vannak. Vagy bejön a atipikus foglalkoztatás, bejön a home office, amikor mondjuk egy HR csapat otthonról dolgozik az iroda helyett, így a termelésben lévők meg a fielden dolgoznak, akkor hogy lesz megtartva mondjuk az orientációs nap? Hogy hogyan tudunk beterelni 40 embert egy kicsi helyre, és megtartani egy oktatást, amikor ez már nem kényelmes, és nem biztonságos senkinek. Tehát feljön következő témakörnek az oktatás, a digitális oktatások, akár egy új munkavállalónak az integrációja, az onboardingja, hogyan lesz ez hatékony egy ilyen hibrid formátumban, egyáltalán hogyan tudjuk ezt segíteni, hogy minél gyorsabban megkapja azokat az ismereteket, ami ahhoz lesz szükséges, hogy minél gyorsabban a sor mellett egy hatékony munkatársá váljon. És akkor utána jönnek a megtartási kérdések, hogy hogyan lehet őt megtartani. Itt már bejön a bérfejlesztés, a béreknek a követése, és az egyéb olyan tényezők, ami miatt egy munkavállaló azt gondolja, hogy igenis ott marad a vállalatnál, és akar ott dolgozni. Az automatizáció és a robotizáció, már ejtettünk róla a szót, az mindenképpen változtat, vagy hatással van a munkaerő keresletre, a munkaerő piacra. Ez ki hogyan látja? Nyilván te egy más szegmensben vagy, de én még el tudom képzelni, hogy bizonyos feladatok átvétele automatizáció miatt a felsőbb, képzettebb világban is megvan. Hogyan látjátok ezt? Tehát 5 év múlva már ideges leszel, vagy ugyanilyen remekül fog menni az üzlet? Egyáltalán nem. Gyakorlatilag, ugye, hogy előrevetítettem azt, hogy ez egy szükséges lépés lesz az automatizáció, robotizáció, mert ugye ebbe a demográfiai logikából adódóan nem lesz más megoldás konkrétan. Itt mi felmértük a saját ügyfélkörünkben, amit ugye említettem, hogy meglehetősen nagy és reprezentatív, hogy mit hoz a jövő. A felmérésünk szerint nagy a 5 év múlva minden vállalat közel ilyen 20-30%-át ki akarja váltani az élő munkaerőnek, vagy automatizálással, vagy robotizációval. Ettől mi gyakorlatilag nem ijedünk meg, mert egyik részt igen, munkahelyek fognak majd átalakulni, másrészt pedig a fehérváros szektorban pedig igen, mérnökök, erre még több mérnökre lesz szükség, minőségelnök, karbantartókra és a többi, akik ezeket a gépeket, ezeket a szoftvereket fogják majd fejleszteni, karbantartani. Mindemellett miről beszélünk? Tehát a hatékonyság nőni fog. Olyan nem fogott előfordulni a gyárban egy automatizáció mellett, vagy robotizáció mellett, mint mondjuk a mai nap is, hogy valaki lebetegszik és nincs itt, mert a robotok azok nem betegszenek le. Így gyakorlatilag a hatékonyság viszont nő. A hatékonyság mellett meg a logisztika is értelemszerűen fejlődni fog. A logisztikához meg ismételten ránk tesz szükség a kék galérosokra, ha csak nem az a verzió lesz, mint amit itt láttunk egy korábbi előadásban, hogy VR szemek segítségével otthonról fogják irányítani a darukat, a targoncákat és a többi. Ettől azért még nem ijedünk meg, mert ez óriási beruházást igényel, az élő munkaerő meg még olcsóbb. Anitának anyja, azzal bonyolítom a kérdést, hogyha az automatizáció, robotizáció mellé oda teszem a mesterséges intelligenciát, és akkor felérünk a fehér gallérosok körébe, ugye? Igen, abszolút. Tehát a fehér galérosoknál azt látjuk, amit egyébként most Csongor is mondott, hogy itt abszolút szükség lesz arra, hogy átképezzenek embereket, illetve egy picit más irányba menjenek el a dolgok, de nem tekintetünk el attól, hogy az empátia, az interpersonális készségek, tehát az összes olyan szociális dolog, ami a felsővezetőknek ma is nagyon fontos részét teszik ki a munkájának, azok elengedhetetlenek lesznek. Tehát ezt nem tudják a robotok kiváltani ezen a szinten.
szerintem. Legalábbis azt hisszük most. Legalábbis most még azt gondoljuk, igen. És ugyanez a helyzet egyébként például a mi munkánkkal is, tehát ugye a HR szolgáltatókkal, tehát ugye nekünk a legfontosabb eszközünk a kommunikáció, az empátia, hogy bevonzuk a jelölteket. Tehát ezek továbbra is meg fognak maradni, tehát hogy szükség lesz rá a jövőben is, és hogy a jövő nemzedékének is ez egy nagyon fontos része lesz, hogy ne csak az egyetemeken tanulják meg ezeket a speciális dolgokat, hanem maradjanak meg, tehát hogy tudjanak kritikusan gondolkodni, legyenek intuícióik, nagyon fontos az, hogy csapatban tudjanak dolgozni. Tehát, hogy nagyon sok olyan dologra van szükség, amit a robotizáció meg az automatizáció nem fog tudni kiváltani. Tehát mi azt gondoljuk, hogy 5 év múlva is igenis szükség lesz az emberekre, tehát nem fogunk tudni csak és kizárólag robotokkal működni. Tehát lesznek olyan szektorok, például az egészségügy is ilyen, a szociális szektorok, a jogi szektor, a pénzügyi szektor, ahol ezek nem fognak felülreprezentálódni ezek a dolgok. Tehát nyilván a gyártásba, a kereskedelembe, a szállítmányozásba ott egyértelmű, hogy az automatizáció nagyon sok, nagyon nagy teret fog kapni. Tamás, hogyan tudsz becsatlakozni ebbe a kérdésbe? Egy olyan megközelítésből is vizsgálnám ezt a kérdést, hogy nyilván lehet hatékonyságot növelni. Ha hatékonyságot növelünk, akkor több cég tud hatékonyan működni, több keresletet tud ellátni. Szerintem nagyon jól példázza az elkereskedelem növekedése azt, hogy fogyasztóként rengeteget nőtt az elkereskedelemben vásárolt termékek száma. Mit eredményezett ez? Sok elkereskedelemben érintett céget, akik persze robotizálnak, automatizálnak folyamatokat, de a legvégén azt eredményezte, hogy irgalmatlan mennyiségű emberre van szükségünk, aki ezekben a elkereskedelmi folyamatokban részt vesz, akár a logisztikában, akár az utolsó pontokban, akár az utolsó kiszállításokban, és nőtt a szektornak a robotizáció és automatizáció, és mégis nőtt a szektor által felvett embereknek a száma. És én azt gondolom, hogy több ilyen terület fog kialakulni a jövőben, ami nyilván azt eredményezi, hogy szektorálisan változik a nagy gócpontok, vagy van egyfajta átterelődés. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk makroszinten kevesebb munkahely lenne, vagy kevesebb emberre lenne szükség. Köszönöm, és akkor egy befejező kérdés, ami egy kicsit öt évre, mindig az 5 év persze nehezen értelmezhető, de mégsem azt kérdezem, hogy holnap vagy 1 év múlva, hanem körülbelül 5-6 év múlva vajon milyen szakértelemmel rendelkező szakemberek vagy emberek, munkavállalókra lesz szükség, ki a maga területén értelmezze, mert én azt gondolom, hogy az úgynevezett egyszerű kétkezi munkás iránt is nőni fog a kereslet, de lehet, hogy egy kis bizonyos szakértelemmel kell, hogy rendelkezzen, akár egy egyszerű tablet elkezelése is elvárható legyen. Hogyan látjátok? Ki a maga területén természetesen? Igen, a félig már ezt megválaszoltam, hogy gyakorlatilag ugye az automatizáció, robotizációnak köszönhetően több mérnökre, technikusra, folyamatfejlesztőre, minőségellenőre lesz szükség. És akkor ez egy folyamatos, úgy érted, hogy akkor 5 év múlva is így lesz? És ami igazából, amire tényleg minden fórumon felhívjuk a figyelmet, főleg a kormányzati szinten, ahol meghívnak minket, mint szakértő, hogy igen, a képzéseket is ennek fényében át kell gondolni. Mert ennélkül gyakorlatilag nem fogjuk a lépést tartani. Tehát a szakképzésben is olyan fajta ismereteket kell nyújtani, ami érvényes lesz 5-6 év múlva is. Abszolút, már a gyerekeket, már az általános iskolában, sőt már az óvodában is most is a IT szellemében kellene barátkoztatni, nevelni, és tényleg hozzászoktatni őket, hogy ez a jövő, tehát ennélkül nem fognak érvényesülni, az ország versenyképessége pedig csökkenni fog. Köszönöm. Erős volt ez a... Valószínűleg a fehér galérosoknál is lesz ilyen, nem? Teljesen ugyanez a helyzet egyébként, tehát, hogy amit már az előző válaszomban is mondtam, én is már egy picit előrevetítettem, tehát az a legfontosabb, hogy nagyon sok olyan munkakör lesz, amit nem fognak tudni kiváltani a robotok és az automatizálás. És itt megint a kritikus gondolkodást tudom előhozni, tehát, hogy nagyon sok olyan emberre lesz szükség, aki ugye korábban monoton folyamatokat végzett, és azt ki tudja váltani a robotizáció,
de a jövőben ezeket a robotokat fejleszteni kell, üzemeltetni kell, tehát olyan emberekre lesz szükség, akik ezekre képesek, és ehhez pedig kellenek különböző készségek, amiket valóban egyébként a képzés során iszonyatosan erőtélbe kell helyezni. Igen, megnyugtató, amikor így beszéltek erről, de nemrég tartottam előadást IT architekteknek, tehát azért azok már valamennyire értenek a dologhoz, és akkor ők feltették nekem, az egyik föltette nekem a kérdést, hogy és nem tartok-e attól, hogy az újságíró állását, pozícióját is átveheti a robot, a mesterséges robot, vesző mesterséges intelligencia. Elgondolkodtam rajta, azóta mindig olyan cikket írok, amit úgy vélem, hogy egy robot nem tudna megírni, de nagyon sokféle cikket, higgyétek el, már most meg tudna írni robot, ugye? Ezt jól mondom? Ez, igen, tehát ez már jelenleg is zajlik ez a folyamat, viszont nagyon fontos, hogy nem lecserélni fogja, hanem kiegészíteni. Tehát a kettő együtt kiegészíti egymást, akkor lesz tökéletes. Tehát nem feltétlenül én sem azt vizionálom, hogy minden le lesz cserélve robotokra, automatizáció megoldja, hanem ezek helyettesítő történek, mert így fog hatékonyabbá válni minden egyes működés. Tamás, tiéd az utolsó szó. Én csak azt arra tudnék ráerősíteni, hogy szerintem most független attól, hogy kék galléros vagy fehér galléros, főleg a kék gallérosoknál is azt látom, hogy a digitális kompetenciák, a digitális skillek, az, hogy egy eszköz használat az alap, az már szerintem most is az alap, és ez csak nőni fog. Tehát ahhoz, hogy ahogy elcsodálkoztam annak idején, hogy az autót rákötik egy számítógépre, és mindent kiír a számítógép, ma már a mosógépet is rákötik a számítógépre, a porszívót is, és egyre több minden, tehát egyre több szektorban, egyre több gyártási technológiában fog megjelenni az, hogy kiszolgáló személyzetté válik aki ma még összeszerelő. És onnantól kezdve pedig elengedhetetlen lesz ez a fajta kompetenciafejlesztés. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönjük a beszélgetést.